A Pécsi Egyetemen is folytathatják tanulmányaikat azok, akik a háború elől menekültek Magyarországra, Ukrajnából. Az intézmény azt mondja, több tízezer menekült érkezett hazánkba. Nyilván vannak köztük olyanok, akiknek meg kellett szakítaniuk tanulmányaikat a harcok miatt. Megkérdeztük a kari vezetőket, hogy hány férőhelyet tudnak biztosítani. Nyilván használ az, hogyha a magyar ajkó ukrán állampolgárokról van szó, avagy olyan ukrán állampolgárokról, akik az angol nyelvet megfelelő szinten bírják. Minden kar válasza pozitív volt, és én nagyon remélem, hogy azok a kvóták, amelyeket megadtunk, azok messze meghaladják a valós igényeket ez esetben. A jelentkező hallgatók automatikusan mentesülnek a jelentkezési díj megfizetése alól, és a PTE vezetése az alapítványjal egyeztetve jelenleg is dolgozik a további hallgatóbarát pénzügyi részletek meghatározásán, közölte a Pécsi Egyetem. Az intézmény karai 63 szakon ajánlottak fel idegen nyelvű képzéseket 413 hallgatónak, ezen belül 56 angol nyelvű szakon 370 hallgatónak és 1960 helyett a magyar nyelvű szakokon a saját kari költségvetésük terhére.